magasabb is volt a játékotok. A játék is egy kicsit egyben volt, voltak darabos helyzetek, amit megint sikerült kiasztani az ellenfélnek, hát ilyen a kosárlabda, egy kicsit hibázzon, egy jó csapat már abban a pillanatban megismételt. Voltak hullámvölgyek, mind a két oldalon, remekül kezdtünk 10 nullával, hát felrobbant a csarnok utána egy 220-as randon a oldalon. 17-2. Második fél idő, második negyed elején megosztak négy történet. Hát sajnos volt egy csomó üres dobásunk, fel kell mondani, amikor 10-0-val vezetünk, leszettük a támadónak, üres sem maradott, eldobt, nem ment. És akkor ők megint jöttek, és amit mondtam, meg. De el kellett dobni azokat. Szerintem el kellett, üres vagy el kell dobni, elveszem a szintet, már nincsen, gondolkodó nincsen, vagy tovább passzol, hogy üres vagy azok, el kell vállalni, azért, hogy itt ez a dolog. Most jön egy szabad nap, és pihenésre fogunk eltölteni. Helyre rázoltunk, persze kevesebb készült a következő mérkőzésre, az is nagyon fontos nekünk. De most ez az egy nap, és most arról szól, hogy fizikálisan helyre hozunk. Aki sokat játszik,